get ready. Amint kigyulnak a karácsonyi fények, az emberek ösztönösen elkezdenek jobban odafigyelni a másikra. Nagyon sok olyan család él közöttünk, akiknek a nehéz anyagi körülményei nem teszik lehetővé, hogy élvezik az ünnepek varázsát. A 13 éves Verebi Dalma szülei is ezek közé az emberek közé tartoznak. A kislány súlyosan autista, az oktatása olyan költségeket ró a családra, amelyet nehezen tudnak kigazdálkodni. Megsegítésükre fogott össze a Bartók 32 Galéria és Kultúrtér, valamint a Budapest Voices, akik egy csodálatos koncerttel örvendeztették meg a zenerajongókat. A két éve alakult együttes különlegessége, hogy a dobszóló kivételével csak emberi hangokkal adják vissza azt a zenei élményt, amelyet már a legnagyobb magyar slágerekben is felfedeztünk. Az esemény nem csak azért volt kuriózum, mert egy felejthetetlen zenei élményt nyújtott, hanem azért is, mert a jegyek bevételével a családot támogatták. Mi mindig keresjük az ilyen lehetőségeket, és nagyon örültünk ennek a megkeresésnek. Volt már, hogy a Madártani Intézettel szövetkeztünk tavaly, és a madaraknak mentünk odut építeni. Nagyon kedveljük ezeket. Azt gondolom, hogy 12-en vagyunk, és ez egy nagy csapat, és látványosan tudunk segíteni. Akár egy embernek, akár a madaraknak, akár több embernek, úgyhogy ez nagyon fontos, és mindannyiunknak. Jó megoldást most már bennem keresem, de ott a kígyó lakik még bent, s addig lesz ő, akit rám bíz majd az ég, de elhajtják a démonok mellőlem. Bizony van ott, mindig egy lány, aki annál többet ér, hogy rám hagyná az ég, megint úgy érzem. Mindenkinek van civil foglalkozása, én tanítok, többen tanítunk egyébként, van, aki még iskolában jár, tehát a növendékünk, vagy növendékünk volt. Van, aki más területen dolgozik, van színésznőnk, mindenki a művészettel kapcsolatban dolgozik, nagyon nem könnyű. De azért heti egyszer próbálunk, és a koncerteket is megpróbáljuk úgy megszervezni, hogy igazából csak azt tudjuk elvállalni, amikor mindenki ráér. Tehát ezért nem tartunk túl sok koncertet, mert azért 13 embert összeszervezni az nem egyszerű dolog. De hát igyekszünk, és hát azért mindenki imádja ezt a dolgot. Általában jön, van egy közös oldalunk, ahol csetelgetünk egymással, és mindig mindenki megpróbálja megoldani, hogy na jó, ha akkor ott van egy előadás, vagy egy fellépés, akkor oda mindenképpen elmenjünk. A városban élek, egyedül vagyok, járom az utcákat, rá gondolok, ő csak rá gondolok én, hogy szólítom majd a nevét. Hát a titka a hangszerelőnk. A titka az, hogy nagyon sok félék vagyunk, nagyon sokféle műfajt ismertünk már meg, mi is azért az életünk folyamán. Nem csak, tehát az undergroundnak nem csak az eredeti vonalán próbálunk haladni, hanem amit nekünk mond a dal. Tehát egy picikét átformáljuk ritmikailag, akkor már minden egy más dal születik belőle. Egy kicsit átformáljuk, például csak egy tempóváltoztatás, picit lassabb, picit gyorsabb, és már is egy új dal születik belőle. Vagy ott van a Katinak a példája, a Subscribe-nál, az Államtégla, ott egy gyönyörű férfi dalt, egy nő énekel, és erőteljesen, és tehát egy új dal születik ilyenkor. Nagyon nehéz volt az eleje, mert a produkciónak a gondolata az ugye már megvolt. Tehát először született meg a gondolat, hogy mi akarunk egy ilyen kórust csinálni a Zsuzsival, meg a vezetőkkel, és hát aztán elgondolkodtunk először a saját környezetünkben, hogy kik azok az emberek, akik
akikre számíthatnánk, őket megkérdeztük, és akkor az ő ismerőseiket is bevontuk ebbe, meg az ő ismerőseiket. Nagyon kevés meghallgatás volt, tehát nagyon kevés olyan ember volt, akire azt mondtuk, hogy gyere énekelj, meghallgatjuk, hogy milyen a hangod, mert gyakorlatilag mindenkit ismertünk. Tehát annyira nem volt nehéz összeszedni a csapatot, 2-3 hónap kellett hozzá, azért ez nem egy nagy dolog szerintem. Az alötletek, hogy miket szeretnék megcsinálni, akkor ki van adva a feladat, hogy tessék, mindenki tanulja meg a szólót, és akkor egy ilyen elég bulis része az a próbának. Zsuzsi leül zongorázni, megy a nóta, te is elénekled, akkor egy ilyen próbálkozásos időszak van, és 4-5 emberre, tehát általában leszűkül 4-5 emberről mondjuk 2-3 emberre, akkor azok egy kicsit többet dolgoznak vele, és aztán a legvégén kiderül, hogy kinek a hangszíne az, amitől kap valami újdonságot a dal. Tehát úgy nagyjából így születik, mert nincs ebből sértődés egyébként, tehát azt gondolom, hogy senki nem bántódott meg, ha nem kapott meg egy dalt, mert látta azt, hogy annak a másiknak, annak tényleg nagyon jól áll. Annyira érezzük rögtön, ez a te dalod, rögtön tudjuk, hogy ez a te dalod. Zsuzsi azért próbálkozik, hogy hát ha ezzel, hát ha azzal, de elég egyértelműek, hogy ki melyik dal lesz. Tükörbe néz és a képét lesi, ahogy átalakulnak a vonásai, mikor a hajnali metrón tök egyedül. Önmagával szemben is érzi a vesztét, valaki figyeli, a túloldalról beszélnek neki, de nem hall semmi, ő már csak ilyen. Csak a dob meg a basszus szakadol a füleiben. Magába beszél és kutyahús kajál, ha pénz kap a kezébe, telefonál valami mindig. A Budapest Voices egyik oszlopos tagja, a Krisztál együttesből már jól ismert Lajtai Kati. Ez is nagyon jól érzem magam benne. Egy kis család, és egyébként azért is a kis család, és onnan az én behívásom ebbe a kórusba, hogy Varnó Zsuzsi, aki félig az ötlet alkotója volt, aki a dalokat átszerzi, áthangszereli a mi hangunkra. Ő kőbányai zenei stúdióban tanár, és én ott diák voltam valaha, és a csapatnak jó része valami módon kötődik oda, úgyhogy engem ezért hívott annak idején, mert onnan ismert, és első szóra az ötlet miatt ugrottam, mert nagyon szimpatikusak voltak a dalok, ami akkor így terve volt, hogy feldolgozzuk őket, nagyon szimpatikus volt az, ahogy, mert ilyen még nem volt, hogy 12 hangra és egy dobra feldolgozni. Szóval izgalmas volt az ötlet, úgyhogy beleugrottam fejest, és nem bántam meg. Legyen egy keresztbe, holnap vége, új nap indul, vége lesz. Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet ne törje meg. Legyen egy keresztbe, éjféltől meg, új nap indul, ennyi lesz. Ennyi csak, mert ennyi ez. Ne bántj, amire vágysz, mindig azt kapod, mint a gazdagod. Úgy a szegényt is ugyanaz a végzet éri el, hogy itt bizony élni kell. Óra az órára, napra nap, megy az idő minden új napra, új alap. A pénz csak papír, és annyit ér, mint a levegő. Mint a levegő a világot forgató erő. A minden, ahova lépsz, mindenki keresi a pénzt, hagyja a lét. Mert ahol van a kincsed, ott van a szíved. Ezt egy pöttyös elmondta, már tudod nagyon régen. Minek futsz a baj után, az úgyis elmegy. Legyen egy jobb napod ma, de háztól házig ennyi az élet. Legyen szép és hosszú az utca. Minden változik, és senki sem az, aminek látszik. Kétszer egy virágot nem tép.
lepetne senki újra. Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet ne törje meg. Ugye az egyértelmű, hogy nem szólista az ember egy ilyen kórusban, illetve egy-egy pillanatra igen, mert ugye minden dalnak van szólója, szólistája, de alapvetően együtt rakunk össze egy egészet, tehát nem annyira lehet öntörvényen működni a színpadon, mint egyébként egy szólista szerepben, hanem nagyon érzékenyen, nagyon figyelő állásmódban kell lenni lelkileg és hangilag is, tehát egy folyamatos, közös, koncentrált építkezés az egész. Úgyhogy ebben például más, mint egy szólista lét, és még azt sem mondanám, hogy kisebb a felelősség, mert mindenkinek saját szólama van, tehát nem lehet olyat csinálni, hogy elbújunk, és akkor ketten mondjon, azt énekeljük, és akkor valaki ottan pihen, mert mind a 12-en más éneklünk, tehát mindenkinek ott van a felelősség, hogy a saját hangját azt tegye jól bele a közösbe. Mindenki siet, mindenkinek, mindenki senkije, mindenkinek. Robog a metró, penetró, metró. A néma tömeg, fal hideg, neki lódul a semminek. Van az úgy, hogy mindenki elfogy. Fekete lyukban húz a vonat. Nehéz csinálni, mármint a szervezés részét. Azért igyekszünk minél sűrű próbákat összerakni, főleg, hogy most az új lemezre készülünk, jövőre fog megjelenni. Úgyhogy most kvázi az új dalokon dolgozni kell, stúdióba vonulunk, tehát ezekhez bizony össze kell szedni a csapatot, nem könnyű. Ha katasztrofális betegség van, szerencsére eddig még nem volt, akkor nem tudunk mit csinálni, ha csak nem ugrik be a Zsuzsi, aki ugye az összes szólamot írta, és talán valamelyest ismeri, és talán be tudna ugrani, de egyébként nincsen helyettesünk. Gondolkoztunk ilyenen, de végül eddig még nem alakult ki ez a rendszer. Úgyhogy akkor nagyokat nézünk, hogy mi van, hogyha valakivel valami van, de hát ezt nem kívánjuk, reméljük, hogy minden rendben lesz mindenkivel. Lesz, volt, van mindig egy nő, akit rám bíz majd az ég. De elhajtják a démonok mellőlem. Bizony van ott, ha! Mindig egy lány, aki onnál többet ír, hogy rám hagyná az ég. Megint úgy érzem, megint ez van, mindig az volt. Száll a hírem, én meg messzebb nem megyek. Nem is tudom. Egyre többször van az, hogy rajtam múlik. Csak ugyan jó megoldást most már bennem keresem, de ott a kígyó lakik még bent. S addig lesz nő, akit rám bíz majd az ég, de elhajtják a démonok mellőlem. Bizony van ott, mindig egy lány, aki annál többet ér, hogy rám hagyná az ég. Megint úgy érzem, mit vettél észre, hogy a régi rajongói mennyire tudtak mondjuk most is idejönni, vagy mennyire tudtak azonosulni ezzel a teljesen más műfajjal? Találkoztam egy-két ismerős arccal már így a koncertek során, vagy a koncertek után, úgyhogy én azt érzem, hogy
hogy ők azonos útra szem. Biztos, hogy nem mindenki, meg nem mindenki ismeri, ez nem annyira reflektorfényben levő műfaj, vagy zenekar, mint annak idején mondjuk a Krisztál volt, ez egy más helyet foglal el. De akikkel találkoztam, ők valójában olyan egy fanatikus kedvelői lettek ennek a zenekarnak, ahogy annak idején a Krisztálnak voltak. Úgyhogy nem érzem, hogy csalódottnak kéne lenniük. Nem gondolkoztatok még azon, hogy egy Krisztál számot is feldolgozzatok? Ez még nem merült fel. Valójában azért sem, mert a dalok, amikből válogatunk, az nem a Krisztál, nem a pop zenének a fővonala, hanem inkább egy kicsit furcsább, underground, alternatív zenekarok repertoárjából válogatunk, vagy akár rock zenekarokéból, és mondjuk például Krisztál az nem oda tartozott, meg olyan házi nyúlra lövés lenne, úgyhogy ez még így nem merült fel. Az ötletgazda Antal Nikoletta koncerten hangsúlyozta, itt tényleg mindenki összefogásáról beszélhetünk. Ez egy olyan esemény volt, ahol minden szereplő tett azért, hogy valami jó szülessen. Ugye ma este volt a B32 Galéria és Kultúrtér, illetve a Budapest Voices közös jótékonysági estje. Hát ez egészen konkrétan azt jelentette, hogy önkormányzati támogatással és 5 önkormányzati képviselő nagyon fontos támogatásával a Budapest Voices-t el tudtuk hívni ide fellépni, és ennek következtében ugye a teljes jegybevétel tehát arra tudtuk szánni, hogy egy kerületben élő 13 éves autista kislány iskoláztatására ajánljuk föl ugye ezt az összeget. Verebi Dalmáról van szó, és róla azt kell tudni, hogy a speciális igényei miatt egyáltalán nem tudták Budapesten elhelyezni, egyetlen iskolába se. Gyöngyösre kell folyamatosan járnia a családnak és Dalmának is, hiszen ott van egy olyan intézmény, ami, ahogyan mondtam, az ő speciális igényeinek tökéletesen megfelel, és ez egy bentlakásos iskola, és ugye mi a családnak ebben próbáltunk meg valamilyen módon segíteni. Véleményed, amiről éneklek, a dolgok bármikor utol érhetnek. Nyilvánvalóan kis segítségről van szó, hiszen azért mi egy 120 férőhelyes koncertterem vagyunk, de a lehetőségeinket maximálisan kiaknáztuk, hiszen teltházzal sikerült ezt a mai estét megcsinálni. A Budapest Voices rengeteg energiát beletett, nagyon sok helyen kommunikálták és buzdították az embereket arra, hogy vásároljanak jegyet és legyenek velünk ma este ezen a jótékonysági koncerten is. Hát a hangulat az magáért beszélt, mert nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, és tényleg úgy tűnt a tapsból, a visszatapsolásokból, hogy mindenki nagyon jól is érezte magát. Amikor összehozta az Isten a világot, a férfiból egy darabot kivágott, megcsinálja neki belőle a nőt, azóta áldják a fiúk, a teremtőt, aki az életnek értelmet adott, a történetet már mindenki hallotta, van aki él, és akad, aki halott, a világ a lelkét az ördögnek eladta, vasárnap reggel a templomba tömeg, van aki fiatal, és van egy csomó öreg, van aki hiszi, és van aki vallja, hogy a születés az eleje, a halál meg az alja, az életnek szerintem tévednek, ez semmi köze nincs az éveknek. Nyilván ez egy nagyon szép kezdeményezés, de azt is el lehet mondani, hogy zenei tekintetben is egy újabb tendencia vett tulajdonképpen a Bartók 32. Mi ez, és miért tartják ezt a részét is fontosnak? Mi azt tartjuk fontosnak, hogy nagyon sokféle célközönséget meg tudjunk a galériában szólítani. Ugye bizonyos értelemben összművészetiek vagyunk, tehát nálunk a képző és iparművészettől a dizájnon át, a könnyű zenéig, picikét a komoly zenéig és a színházi előadásokig minden megtalálható. Éppen ezért egy nagyon széles réteget kell kiszolgálnunk az adottságaink miatt, és hát nagyon szerettük volna fiatalítani igazából a közönségünket, és ezért kezdtünk el olyan típusú programokat szervezni, amik nekik is szólnak, ugyanakkor egy olyan balanszra törekszünk igazából, mint amit például a Budapest Voices nagyon-nagyon jól képvisel, hogy rettenetesen jól a popdal, az átdolgozott popdalokon keresztül és rockdalokon keresztül nagyon jól meg tudja szólítani a fiatal közönséget is, ugyanakkor a kórus és az kórus mi volt, és az a kapella megszólalása miatt pedig tökéletesen kiszolgál kvázi egy idősebb közönséget is, és hát ezt nagyon-nagyon öröm látni, ahogyan tényleg széles palettán vagy színes palettán mozog az, ahogyan különböző korosztályok egymás mellett
ülnek, állnak itt nálunk a B32-ben, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy öröm számunkra és a kollégák számára is. Az egész estés koncert 5 önkormányzati képviselő, Farkas Krisztina, Kerékgyártó Gábor, Molnár László, Nagy Antal Anikó, valamint Turbók Jánosné segítségével valósult meg. Azt gondolom, hogy sok olyan család van, aki valami miatt segítségre szorul. Pont ez a kislány is, akinek tényleg a születéséből fakadóan egy nehéz sorsa van azáltal, hogy neki távol kell lenni a szüleitől, és ez anyagilag is a családot megterheli, hogy az úti költség, az ő tandíját finanszírozni tudja. És nagyon nemes célnak éreztem én is, hogy a képviselőtársaimmal össze tudtunk állni, és tudtunk segíteni konkrétan egy adott családon, egy adott gyermeken. És azt gondolom, hogy ez követésre talál, hogy esetleg, ha más ilyen lehetősége van a képviselőtársaimnak, akkor élni fognak majd ezzel a lehetőséggel. Önkormányzati képviselőként az a feladatunk, hogy a nehéz helyzetekben tudjunk segíteni a kerületben élőknek, és azt gondolom, hogy minden ilyen lehetőséggel élni kell, ami alkalmat ad arra, hogy mi tényleg tevőlegesen segíthessünk egy-egy családon vagy gyermeken akár. Az esemény a Központ Újbudai Kulturális Pedagógiai és Média Kft. Keretein belül valósult meg. Idén ez már a második jótékonysági rendezvényünk volt, most egy jótékonysági estel jelentkeztünk, hogy a Budapest Voices lépett fel a B32 galériában. Én azt gondolom, hogy karácsonykor egy picit mindenkinek meg kell állni a rohanásban, és egy picit át kell gondolnia, hogy mi az, ami fontos számára. Nekünk jelenállás szerint ez volt most a legfontosabb, hogy segítsünk Berebi Dalma, 13 éves autista kislányon. Nézni, hogy lesz lánykából nő, aztán megnéni. És amikor öreg leszek, s iszonyú tapasztalt, elindulok fölfelé, de lerúg egy angyaltal. Jövőre is szeretnénk jótékonysági esteket szervezni. Nyilván nem tudunk minden hónapban, de évente kétszer-háromszor biztos jelentkezünk majd jótékonysági estekkel és jótékonysági programokkal. Ez természetesen folyamatosan ötletelünk, hogy milyen területekre tudnánk belefolyni. A jótékonysági eseményeken túl rengeteg újdonságot hoz majd a 2016-os esztendő. Kulturális szempontból én azt gondolom, hogy a B32-nél lehet számítani egy nagyobb változásra. A média üzletekben pedig egy új kulturális magazinnal fogunk jelentkezni januártól, illetve februártól. És a B32 is megújul januárban, szóval január végén már egy teljesen új kör alakú B32-vel fognak találkozni a kerületiek. Nem mondtam le a főszerkesztő tisztségemről, tehát én megmaradtam az Új Buda Újság főszerkesztője.
amióta az újságot irányítom, amióta főszerkesztem az újságot, folyamatosan várok a kerületi lakosoktól visszajelzéseket. Jönnek is, meg nem is. Interaktívak is, meg nem is. Minden egyes levelet szívesen veszünk, és minden egyes ötletet szívesen veszünk. Úgyhogy ha valaki úgy gondolja, hogy lát olyan lehetőséget, illetve ha úgy gondolja, hogy bizonyos területeken hiátus van és elmaradás van, és elküldi nekünk levélbe, akkor azt nagyon megköszönöm. Mindig egy lány, aki annál többet ír, hogy rám hagyná az ég, megint úgy érzem, megint ez van mindig. Mitől kevés, mitől ilyen a hitel, mitől kevés, mitől ilyen. A Pont magazin ez egy kulturális ajánló magazin lesz, magazintartalommal. Az első szám az februárban fog megjelenni, tehát január végén tördeljük, és februárban fog megjelenni. Elsősorban a kerületi kulturális és közművelődési intézményeknek az ajánlója lesz, de igyekszünk majd olyan tartalmat is beletenni az újságba, amit szívesen olvasgatnak, akár kávézókba, vagy akár otthon. A magazinhoz egy weblap is párosulni fog, hogy ez pontosan mikor indul, ez még titok, dolgozunk rajta, és ez is egy ajánló lesz, tehát ez a kerületi kulturális intézmények, illetve közművelődési intézmények ajánlója lesz. Nyilván a Pontban levő tartalom is megjelenik rajta, de önálló tartalommal is fog majd jelentkezni. Mindig lesz nő, akit nem bíz majd az ég.